A TASZ labdarúgó szakosztálya 2 év alatt 2 felnőtt bajnoki címmel gazdagodott, mellette párhuzamosan utánpótlás nevelésben is nagyot lépett előre, szinte a semmiből teremtve egy stabil bázist. Évzára értekezletükön köszöntötték vezetőiket, akik a Komárom-Esztergom megyei igazgatóság külön díjaikat vehették át. Az év labdarúgó szakosztály vezetője a szakmai ítészek szerint Csákány József lett. Az elismerés az azért is emeli a rangját a dolgoknak, mert a sportszervezetek ítélték oda. Az ő javaslataik alapján került ez a díj hozzánk. Jó magam, mint sportvezető lettem az év vezetője, ami hát egyértelműen ugye a csapat, az együttesnek az érdeme is, hiszen hát egyedül ez nem ment volna. Tehát azt mondom, hogy ez az egész az utánpótlás edzőknek, a gyerekeknek és mindenkinek, aki az elmúlt 2,5 évben valamit is tett azért, hogy a labdarúgás újra életre keljen az Egyesületen berkein belül, ez mindenki megérdemli, és mindenkinek köszönet ezért, hogy ezt a nagy díjat átvehettük, és hogy hát ez mennyire vártuk, a munkát szerettük volna úgy elvégezni, hogy sikeres legyen, és ennek a sikernek pedig egy egyértelmű, hogyha jól dolgozunk, és tesszük a dolgunkat, és haladunk előre együttműködve, akkor biztos, hogy előbb-utóbb meg lesz. Így is az eredménye, hogy elismerik megyei szinten is. Melovics Attilát, a csapat edzőjét több éves sikeres szereplés elismeréseként díjazták. Elismerték a munkánkat a megyei szövetségnél is, megyeszerte, hiszen ezeket az egyesületek szavazták meg, ugye az edzőbizottsággal, meg a megyei vezetőkkel egyetemben. Én őszinte szoktam lenni, én az elmúlt években is voltam már csalódott, ha nem vagyok nagyképű, azért egy-két. Tehát nyertünk ugye a Tardossal is veretlenül bajnokságot, meg most is az elmúlt 2 évben ugye 2 osztályt léptünk, úgyhogy természetesen csalódott lettem volna, hogyha már van ilyen díj, és ebbe dolgozunk, akkor miért ne? 10-én fogunk kezdeni, úgy néz ki csütörtökön, már azért, hogy 12-én meg vagyunk hívva Szőgyénbe, ugye a testvér településre, egy edzőmérkőzésre is, és én szeretném, hogyha előtte a csapat egy kicsit mozogna, és akkor a következő héttől pedig már ugye intenzívenben mozgunk, de augusztus elején ugye mi kupadöntőt játszunk 2-án, tehát túl sok időnk nincs is. A viharos gyorsasággal jött sikerek, elismerések köteleznek, még fegyelmezettebb munkára, sportvezetőt, játékost egyaránt, az újabb kitűzött célok felé, immáron egy magasabb osztályban. Nyárköszöntő ünnepséget tartottak a Szent Márton központban Tatabányán. A rendezvényen